Mert hogy itt van, fordítsd meg, meg tudod fordítani, nem gombnyomással. 1, 2, 3. Rom. Romi is. Yeah. Hello. És meg a Skoda is itt van, és van még, megmutatom, mi van. Nézd meg, mi van itt? Ez itt a te helyed. Ne. De nem az az érdekes, hogy, hanem hogy miért ilyen kicsi a helyed, azért van ilyen kicsi helyed. Mert hogy? Mert itt van egy bringa. Egy Skoda bringa. Oh. Ugyanis fogunk ma bringázni. Figyelj, teszünk itt néhány kört bemelegítésként, de aztán utána, vagyis hogy közben megismerkedünk egy rendkívül izgalmas bringás ikonnal, akiről nehéz is eldönteni, hogy versenyzőként vagy edzőként lett-e nagyszerűbb, Walter Tiborral. Majd megkérdezzük tőle, hogy ő melyik eredményére a legbüszkébb, de a lényeg az, hogy számtalan díjjal büszkékedik mindkét pozíciójában, és késik. Vagy rossz helyre jöttünk. Felhívom. Nézek el a tó fele. Merre van itt a tó? Az óceán felé, vagy az ellenkező irányba? Nem, az a, neki van északra, hát a mögött dél. Balra a nap óceán, jobbra pedig kél. Oké, jövünk. Ő az. Követ minket, megpróbálom lerázni. Walter Tibort lerázzuk. És itt vannak a diákok. Mert hogy ő, ahogy azt említettem is, oktató. Edző. Megtaláltuk egymást. Szia! Magyarorsi Csaba. Szia! Alter Tibi vagyok. Örülök a találkozásra. Szia! És szeretném átadni neked az Aranyvilla díjat, ami most hozzád vándorol, vagyis hogy ez a tied. Ez nem is vándordíj, és ott pedig a tanítványok, akik már tapsolnak is. Köszönöm. Mi a tervünk? Megyünk egy nagyot. Jössz biciklibe? Így? Akkor kisebb. És ameddig Robi itt összerakja a technikát, én hadd mondjam el, hogy Tibor akkor nyerte az első címét, az első versenyét, amikor én születtem. 1981-ben, és ezzel nem arra akarok célozni, hogy sok év van közöttünk, hanem hogy borzasztó fiatal, te már 10 évesen nyertél valamit, nem egy versenyt. Igen. 1981-ben. Csak így, igen? És hogy hogyan van, hogy te 27-szeres bajnok vagy versenyzőként, és 30 magyar bajnoki cím köthető hozzád edzőként? Igen, legalább igen. Hallod ezt, Robi? Már nem számolod, tudod. Most nem tudom, hogy mi a terv, szóval, hogy én most utolérem őket, és azt tudja, hogy ott van leghátul Walter. Jaj, de kellemetlen lett volna a lányos zavaromban elütni az egész csapatot, nem? Tehát, honnan nehéz szépen kijönni. És most elvileg ő be fog ide csatlakozni mellénk, vagy nem tudom, most felveszik őket oldalról, mit szólsz hozzá? Hát ahhoz nekem is lesz egy kicsi szavam. Hát ne szabad legyen, hanem vágóképpen. Jó, oké. Hogy amikor az ember egy ilyen kényelmes autóban ücsörögve nézi őket, akkor úgy vagy cammogunk, nem? Tehát, hogy miért cammogunk ennyire felfelé, de valójában tényleg tökre felfelé megyünk, és több mint 20-szal. Jézus, mert én 20-szal tekernek. Síkon nem megyek ennyivel. És így egészen más megvilágításba kerülnek azok a retteretes vádlik, amik ott vannak előttünk. Mármint, hogy a szó háki értelmében retteretesek. Már nem az, hogy zöldek, szóval érted, mire gondolok, hogy nagyon-nagyon izmosak. De nem homoerotikus módon gondolom, hanem nem az van, hogy ez bármit kivált belőlem, csak egyszerűen megállapítom, hogy mennyire izmos látszok ezek. Hello! Mondd a tempót! Húzzunk bele! Hát zárkozzunk föl, igen. Azt néztük, hogy 20-szal mentek fölfelé, tehát hogy mármint, hogy az ilyen úton, az normális? Hát ez most még bemelegítés volt, majd fogunk menni gyorsabban. Tényleg? Amikor én elkezdtem, ez egy nagyon szimpatikus sportágnak tűnt nekem. Ezt úgy mondod, mintha már nem tűnne többé annak. Nem így értettem. Nem, hát most is csak. Igazándiból ott abban az iskolában, ahol én jártam, általános iskolában, ez volt egy lehetőség, és nekem ez mint lehetőség nagyon megtetszett. Viszont ha jól tudom, ebből a csapatból tehetél egyedül versenyszerű sportoló, nem? Hát abból az iskolából fölkerültünk, vagy hárman először ugye a Kásibe. Aha. És akkor ott az évek alatt ugye már csak én maradtam. De ez mi múlik? Tehát mi az, ami... Mert hát a kezdet szerint a többiek is tehetségesek voltak, csak nem voltak elég kitartóak? Hát nyilván. Tehát az, hogy most testileg tehetséges valaki, az önmagában egy dolog.
Aha. Aztán még fejben is tehetségesnek kell lenni. A sikernek mekkora része a kitartás a tehetség mellett, meg az állóképesség mellett? Hát inkább úgy mondom, vagy mondjuk U11-U13-ba első körben az a fő szempont, hogy ki milyen tehetséges. És akkor ugye ez később elmúlik, tehát 18-19-20 éves korban, onnantól kezdve már körülbelül 80-90%-a a munka, amit beletesz. Tényleg, és azt látok, hogy ekkora vádlid van, de mennyire bírod a tempót mondjuk azokkal, akik nem juniorban vannak, hanem legelőbb? Hát azokkal sem ennyire. De ők gyorsabbak most, mint te a csúcsidődben? Sokkal. Tehát igen? Hát szerintem egyértelmű. De miért mások a bringák? Más az edzés technika? Hát a bringa is fejlődött. Jobb az edzőjük? Hát minden egy kicsivel. Sokkal tudományosabban csinálják ezt ma már, mint annak idején a mi időnkben. Most én itt ülök, látom, hogy a fiának 168 a pulzusa éppen. A wattmérő sajátomra van állítva, de azt is egy töltőtáton kapcsolni. Az lenne a feladatom, hogy most nézzem a akármelyik srácnak a wattját, akkor így rátok csatlakozni. És nem veszett el ezzel valami a sportágból? Mert mondjuk megnézel ilyen filmeket Forma 1-ről, hogy milyen volt Niki Lauda idejében, ugye, hogy egy kicsit olyan nyersebb volt az egész, valahogy olyan... Valami, nem is azt mondom, hogy őszintébb, de... Valami igen. Megnyert. Aha. Hát ezt nem lehet kijelenteni egyértelműen, hogy most valami most elromlott a sportág, nem romlott el ki, átalakul, fejlődik. Ha valaki még nem bringázik, akkor mit mondanátok neki, hogy bringázzon azért, mert szép a természet? Hát, miért is, miért ne sétálgasson a természetben akkor? Sétálgattat is, de hogyha nem is versenyszerűen, de hobbiból. Aha. Tehát hobbiból abszolút. Elmegy a haverokkal, már van egy jó társaság, akár egy velencei tókör, 24 km körbe vagy 23. Jobb, mint otthon jönni és nyomogatni a telefon. Na, tessék, ez egy nagyon jó gondolat. Hogy most elindulnak lefelé, azzal az a része, aztán visszatekernek, akkor még kiköpnénk a tüdőnket. Viszont egyrészt kényelmesen megvárjuk itt a Skodában őket, másrészt meg ugye itt van a mi kis rejtett tartalékunk, a versenybringa. És ez azért nagyon jó, mert Tibor amikor visszajön, akkor majd mutat nekem néhány trükköt, vagy valami ilyesmi. Egy zöld versenybringa, az álmaim vágya, akkor hogy ne okozzak problémát, jó lesz a legdrágább. Akkor most... Jó, kész. Nem? Te vetted ki a kereket? Nem. Tényleg? Tehát akkor nincs ki ennek a biciklinek egy kereke, ugye? Hát az meg talán nem fog kiesni. Talán? Hát igen, meg te úgyse fogsz olyan nagyot menni most. Ezt most hogy érted? Tehát én elvennék hozzád, hogy edz engem, légy szíves. Nem mit vállalnál. Miért nem? Túlkoros vagyok? Vagy miért nem? Ez nem értek. Mihez nem? Mondjad, sérteges. Nem sértegetlek, hát. Miért nem vállalnál? Mert amit én tudok, igen, neked még jó darabig nem kellene. És akkor kicsapnál a mezőről, hogy fél évig tekerjek hegynek föl, hegynek le, aztán jöjjek vissza, hogyha már tudok most 300 wattot? Most olyan instrukciókat lehet adni, hogy hetente háromszor üljél föl. Aha. Minden másnap, vagy minden harmadnap, érted, és akkor menjél másfél-két órákat. Valahol így egészséges elkezdeni, nyilván azt is kell nézni, mi a cél. Ezen a szinten, ahol én most vagyok, nem azzal kell foglalkozni, hogy fogom a kormányt, meg hol van a pedálon a lábam, hanem hogy edzek nagyon-nagyon sokat, nem? Szerintem, ha néztél egy-két Tour de France-ot, akkor már pontosan tudod, hogy mit hol érdemes fogni. És ez elmaradt. Hát ha elmaradt, akkor kezdjél el nézni ezeket. Jó. És akkor fogod látni, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami... Ilyen megúszós edző vagy. Menjék ki, tekerjél, nézed a tévében a Tour de France-t. És hogyha most próbálnánk valami reális képet festeni annak a fiatalnak, aki nézi a Tour de France-t otthon. Igen. És kedvet kapott ez az egészhez. Akkor mivel tudnánk őt eltántorítani, hogy azok ne kezdjenek bele, akik valójában nem alkalmasak, és mivel tudjuk lelkesíteni azokat, akik viszont alkalmasak, hogy miért érdemes belevágni? Hát eltántorítani szerintem senkit nem kell. Ebben a kerékpársportban pont az a szenzációs, hogy ezt minden szinten lehet művelni. És majdnem azt mondom, hogy még a versenyeket is, de versenyeken kívül mindenki megtalálja a maga számítását ebbe, hiszen az óra az ellenfél, a wattok az ellenfelek. És akit érdekelnek a bringázással kapcsolatos érdekességek, hírek,
tények, beszámolók, azoknak tudjuk ajánlani a videó alatt található linket, a világszárkénynek az oldalát, amit a Skoda hozott azért létre, hogy népszerűsítse ezt a csodálatos sportágat. Amit én már nem is tudom hányadszor mutattunk be, de hogy mindig valami újat tanulunk, nem? És mindig nagyon érdekes emberekkel találkozunk, nem? Tőled kérdezem, nem? Abszolút. Találkozunk majd. Sziasztok! Te most tényleg megfogtad a lencsémet? Nem, nem fogtam meg, csak így ide raktam, van egy ilyen sapka rajta. Így. Nem fogtad meg? Nem. Amikor megfogom, az ilyen. Jó, szerencsére. Hello.